a Szindikátor tudománykommunikációs verseny nyertese, és a program egyik mentora a vendégünk, Muhi Kristóf és Zsíros László Róbert, a Szindikátor egyik mentora, a Szertár alapítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Tehát Kristóf, hangsúlyozzuk, hogy a Kristóf szemüveges, ő a Kristóf, Ő a nyertes, ő a mentor. Igen. Szerintem én is nyertes vagyok, mert 12 ilyen fantasztikus emberrel dolgozhattam együtt egy tökéletes válasz. A Szindikátorban akkor ezek szerint az idei versenyben 12 személy volt, aki versengett a győzelmi címért. Így van, ők jutottak be a döntőbe, és utána velük foglalkoztunk különböző szempontból, hogy ezeket a soft skill-eiket, ezeket a egyéb készségeiket tudjuk egy kicsit feltuningolni, hogy egy nagy szívesó műsor keretében bemutassák. Emeljetek ki, vagy emelj ki néhány indulót, aki mondjuk nem is lett győztes, de nagyon emlékezetes volt. Még mielőtt a győztesre foglalkozunk. Nagyon változatos helyekről jöttek. Volt olyan, aki élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszert dolgozott át úgy a saját szájéze szerint némi képzavarral élve, hogy az megérje akár az élelmiszeripari cégeknek is, hogy ezt alkalmazzák. Volt lány, aki egy olyan motort épített a csapatával együtt, egy olyan versenymotort, amiben egy teljesen új technológiát alkalmaztak, aminek hatására sokkal könnyebbé vált az a motor, tehát itt az előnyei mérhetők a versenyen. Foglalkoznak nőügyekkel. Helyes. Női tudós. A Nők a Tudományban Egyesület volt egyébként a Szindikátornak a főszervezője, és ez egy nem titkolt szándék volt, hogy a műszaki területen is muszáj megmutatni azt, hogy a nőknek ugyanakkor a helye van, vagy ugyanakkor a szerepe van, mint a férfiak. Ha hinnének nálatok volt, nem az a fiatal lány, aki ilyen lamellált fűtőtest radiátort. Bizony, nekem díszként. Az volt az egyik kedvencem, ne haragudj, Kristóf, de... Zseniális volt. Nekem viszont zseniális. 3 méter magas radiátortest, ami ilyen fordított, olyan, mint a függöny. Igen. Lamellák, hogy tudod fordítani a lapokat, de és közben radiátor. Az, hogy térelválasztóként is tud funkcionálni, közben fűt, megnyitod vele a teret, elzárod vele a teret. Kristóf, mesélj nekünk egy kicsit, hát mégiscsak te vagy egy győztes. Gratulálunk. Így van. Meséljek a munkámról? Igen, a projektedről, amivel győztél. Hát az én munkám egy mobil applikáció volt, melyel segítek a vakoknak kirakni a Rubik kockát. És ugye a vak Rubik kocka az már létezik, az ilyen dombolnyomott elemek vannak rajta, ki lehet tapintani, minden színnek van egy ilyen saját eleme. Viszont ugye mi, aki látunk, ki szeretnénk rakni a Rubik kockát, valamilyen segítséget szeretnénk legalább az elinduláshoz, akkor felmegyünk internetre. A YouTube az ember legnagyobb barátja a Rubik kocka kirakásához. Ott rengeteg videót fogunk találni, fórumokat, leírásokat, rengeteget. Viszont akik nem látnak, akkor ez nekik nem elérhető. És akkor ehhez szeretnék én segítséget adni, ezt a részt így kihasználva, és így készítettem egy applikációt, amely segít nekik ebbe az elindulásba. Hogyan? Te? Mennyire egy húron pendülünk, igen? Hogyan segít? Úgy, hogy összekeverjük a kockát, ugye nyilván, és ezeket az összekevert oldalakat, mind a 6 oldalt le kell fényképezni a telefonnal, akkor úgy felismeri a színeket, ugye ez szükséges ahhoz, hogy a telefon tudja, hogy hogyan is néz ki a kezünkben a kocka. És abból... Most a vak kirakó szempontjából beszélsz. Igen. Összekeveri, lefényképezi. És utána hangosan mondja, hogy melyik oldalt már kell fordítani. Jelenleg ez ilyen tesztfázisban működő, ami azt jelenti, hogy rengeteg vak személye szeretném még találkozni, és akkor élesben azt a véleményüket, azt a visszacsatolás hallani, mert ők tudják legjobban. Nagyon sokszor jön ilyenkor a kérdés, hogy mi volt az indítatás? Honnan jött neked ez az ötlet, hogy pont a vakokon, gyengén látókon próbálj ilyen formában segíteni? Nem személyes eredetű egyébként a dolog, igazából csak pont ez, amit mondtam, hogy ilyen még nincsen, és akkor ezért igazából. Tehát igazából te figyelted azt, hogy hol van ez a rés, amit... Az lehetetlen. Hogy jutott eszedbe komolyan? Hát a Rubik kockával is nagyon régóta foglalkozom, 14 éves korom óta, a programozással kicsit még régebb, mint 14 éves korom óta, és akkor ezt a kettőt próbáltam összekapcsolni, és akkor... Így jött az, hogy ha még ilyen nincsen, akkor miért ne lehetne. És hányan csináltak meg neked vakok már ezt így akkor? Egy személyre találkoztam eddig még csak. De az is egyébként nagyon jó volt, mert rengeteg... Kéne azért még. Igen, kéne még, de ezen dolgozok most, az a következő lépés. Jó, hát tudok neked segíteni ebben, hogyha kertesz személy. Köszönöm. Már Robin foglalkozik. A mentort kérdezzük egy kicsit arról. Fantasztikus dolog ilyenkor mindig győzteseket látni, akik szinte mondhatnánk azt, hogy szerintem a világon egyedülálló alkotással, ötlettel rukkolnak elő. Mi a garancia mentorként,
ugye neked ezt kellene tudni, vagy meg kellene nyugtatni minket, vagy őket. Megnyugtatni. Hogy nem fognak elsülni. Hogy jogilag így van, egy kicsit valaki teregeti őket. Ez egy nagyon jó kérdés, pont erről beszélgettünk is Kristóffal itt még az adás előtt, meg felmerült más versenyzők esetében is. Erre különböző technikák vannak ilyenkor, hogy hogyan tudja az ember védeni azt a szellemi termékét, amit létrehozott. Szerintem ez túl feszíteni ennek a műsornak a kereteit. De segítetek abban, hogy mondjuk levédessék a saját ötletüket? Tudunk esetleg támpontokat adni, vagy megfelelő szakemberekkel összekötni. És utána, mint mondjuk egy ilyen startup vállalkozásnál, hogy elindítani, beindítani az ő karrierjüket? Vagy összekötni olyannal, igen, aki maga meg tudja ezt fizetni, olyan vállalat. Erre mondok egy gyakorlati példát a versenyről. A zsűri, egy szakmai zsűri volt a helyszínen, akik nagyon éles kritikával illettek több versenyzőt, de szerintem pont a fától nem látták az erdőt. Ugyanis ennek a pitch versenynek, ennek a lift beszéd versenynek vagy pitch versenynek pont az a lényege, hogy felkeltse az érdeklődését a szakmai befektetők körében például, és ezt emelték ki a zsűriben, hogy ők látták, égnek a vágytól, hogy többet megtudjanak erről, de nem derült ki számukra a konkrétum. És ezek után látni azt a parázsvitát, meg azt az érdeklődést, ami kialakult, hát pont ez volt a lényege, hogy ők meg tudták mutatni, hogy mi az, amire ők képesek, megcsillantották azt az apróságot, és onnantól kezdve... De őket nem lehet ezért megbántani, hogy nem tudják jól összefoglalva elmondani, hogy ennek mi a lényege. Tehát kiválóan összefoglalták ezeket, és kiválóan felkeltették az érdeklődést az iránt, amit összehoztak. Neki nagyon jó kapcsolatai vannak, úgyhogy nyugodtan fordulj a Krisztához. Segítségképpen. Nem. Ilyen van egy fiatal pasi, egy jó ötlettel is elindítani. Én a szellemi erő nagy tisztelője vagyok, úgyhogy a Start Pluszt ugye ma erre fűszettük fel az izomagy helyett, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen okos embereket találkoztunk. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük, sok sikert. Köszönjük.